Jó reggelt kívánok, magyarok! Üdvözlök mindenkit szeretettel! Most megint nem az a szörnyű őszi csípős reggel van, hála az égnek. Remélem önöknek is kellemes jó éjszakájuk volt, és jól tudtak aludni. Üdvözlök mindenkit! Hát, érdekes nap volt ez a tegnapi nap. Szó se róla. A parlamenti vita az is egészen elképesztő volt a maga módján. Aztán ugye kiderült, hogy megint egy nagy lépés tényleg a zsarnokság fele. Jó reggelt, Éva! Ugye az emberi erőforrásnak nem volt minisztérium. Nekem egyébként ez egy nagyon-nagyon régi becsípődésem, amióta ez a név egyáltalán létezik. Egy kedves honfitársaim, kedves nemzet testvérei. Kegyelmetekre úgy tekintenek egyszerűen, mint emberi erőforrásra, nem mint honfitársakra. Nem mint a nemzet azonos és egyenlő jogú tagjaira. Nem. Erről beszélgettünk tegnap este a barátaimmal különben. Némi kellemes száraz vörös borok mellett. Felkérdeztek engem egyébként ennek a két kitűnő vízlabdás fiúnak az ügyében, hogy miről beszéltünk, hát például erről. Érdekes volt, mindenki kitette a lelkét. Ki mindenki. A maga kis köreiben élte át azt, amit népítéletnek hívnak. Érdekes volt, nagyon vegyes társaság volt, és mint kiderült, mindenkinek van egy ilyen története. Ennyire gyarlóak, ennyire előítéletesek. Most a szó rossz értelmében vagyunk, ennyire kivetítjük másokra saját bűneinket. Meg voltak rendülve a barátaim, akik közül egy jó néhányat még sose láttam az életemben, de megnyíltak. Ezt sokszor és elég gyakran szoktuk csinálni. Engem nagyon érdekelnek azok az emberek, akiket nem ismerek, akikkel még egy szót sem váltottam soha. És visszatérve az emberi erőforrásokra, hát ez 2018-ban, ehhez asszisztáltam, ezt építgettem én is. Hát ez valami egészen elképesztő. Ez közlik, hogy a kulturális intézmények vezetői nem nyilatkoztatnak csak akkor, hogyha a Rogán-féle propaganda minisztérium ezt pöcséttel engedélyezi. Le kell írni, hogy lényegében is majd, hogy nem szórú szóra, hogy mit fognak mondani, mit fognak válaszolni egy kérdés, amit esetleg egy újságíró tesz fel. 1848, a sajtói szólásszabadság, hát ez valami hihetetlen, hogy hova kerültünk, önök elhiszik? Komolyan mondom. Aztán szépen csöndesen, szinte észrevétlenül ez a kenyérárat nem befolyásolja, bedarálják az indexet. Ha, tényleg őrült. A magam dolgáról nem is beszélve, de hát ezt most tegyük félre. Jó, hát szerintem úgy lesz ezek szerint, mint ahogy eddigi életemben is mindig tapasztaltam, hogy az együttérzés akkor kezdődik, amikor az érintett személy, aki, ha úgy tetszik, kénytelen együttérezni,
ő maga is bekerül a darálóba. Nem irigylem különben azokat az embereket, akik most csinálják ezt velünk és a hazával. A NER dicső lovagjait. Nem irigylem. Innentől kezdve nyilvánvaló, innentől kezdve már egy jó ideje, csak tudják, az a erről is beszélgetünk tegnap este, hogy most már meg kell szoknunk, tényleg meg kell szoknunk, hogy mindig van lejjebb. Még mindig van lejjebb. Még mindig van lejjebb. Úgyhogy ez szaggatja a lelkemet. Minden esetre menjünk tovább, csináljuk, ameddig tehetjük, és amíg erőszakkal, hát de akkor is meg fogjuk találni annak a módját, meg fogom találni annak a módját, hogy beszéljek. Aztán majd csak összebeszélünk. De csinálunk valamit. Ma kedd van. Együtt érzek azokkal, és lélekben, testben nem, mert lélekben ott vagyok azokkal az emberekkel, akik ma délután 17 órakor kimennek, és ott lesznek, ha minden igaz, ugye az Alkotmány utcában, jól emlékszem, mit mondott Gyurcsány, és hova hívta őket. Igaz, hogy tegnap nem hívta őket. A barátaimmal folytatott beszélgetés után megnéztem az ATV-ben az interjút, amit csinál, de tegyük félre. Az ellenzék is, mi magunk is mindannyian felelősek vagyunk azért. Kiki a maga hozzáadott értéke alapján, mindazért, ami itt kialakult ebben a hazában. Vessünk magunkra, vessek magamra. Hát remélem, hogy sikerül megszerveznem, hogy jó reggelt, hogy meg lehessen találni azokat a videókat, amelyeket eddig készítettem, ugye, ahogy említettem, tegnap jöttem rá, vagy derült ki, hogy nem olyan egyszerű ezeket megkeresni, fölkeresni utólag. Na most ez lesz a következő lépés. Én nagyon remélem, hogy mindannyian, mindenki, aki a szabad médiában érdekelt, aki ebben benne él, és most sok kérdés van a fejében, ez mind nem adja föl. Hölgyeim és uraim, ez egy nagy kihívás. Most megméretünk, azt akkor majd kiderül, hogy könnyűnek fogunk-e találtatni. Hát ezek vannak. Aztán 9 órakor találkozunk, jó? Megnézzük, mi van a Népszavában. Kósa Andrásra fogok erről beszélni. Minden esetre szép napot kívánok mindenkinek. Ölelés.